Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek. Ígértem, hogy lesz egy kiemelt hír az Alienware standos élményeinkről, úgyhogy most ezt látjátok. Az egyik jó dolog az az, hogy kint voltunk a Play-en, ugyanis ez egy hatalmas rendezvény, és már 38 ezeren voltunk kint, úgyhogy kellett ez a Hung Expo. Jó is volt az a sok hely, és volt legalább szellő meg levegő, rengeteg stand, igazából szerintem nem is elég egy nap a bejárására, de hagyjuk. Ráadásul az egyik szerintem legjobb színpadon voltunk kint, hát persze, hogy a legjobben mi voltunk ott, ugyanis az Alienware standon voltunk a srácokkal mind a két nap folyamatosan. Hát brutál sokan voltak nálunk, rengeteget játszottunk, és nagyon durva gépekhez tudtunk hozzáérni. Nagyon örültem ennek a megkeresésnek, hát ki ne örülne különben, hogyha az Alienware megkeresni egy ilyen alkalomra. Hát mi is gyakorlatilag mindenünket fogtuk, ami kilóg a testünkből, és együtt ugrálva, sikongatva vállaltuk el a dolgot, úgyhogy végre például megtapizhattam egy-két Alienware cuccot, hiszen ahogy eddig találkozhattam a márkával, az maximum ez volt. But it's still not reason to have your feet in my spot. De többet tudott ez a stand azon kívül, hogy rengeteg Alienware cuccot kirakott, és azt megnézhettétek, sőt ki is próbálhattátok, hanem egész nap játszhattatok velünk Battlefield 4 és Evolve-ban is, kihívhattátok akár az egész csapatot, vagy éppen egy Game Geek tag ellen, és hát brutális meccseket játszottunk, ugyanis jó sokan megvertetek minket, jó sokan próbáltatok megverni minket, de azért nem volt az olyan könnyű. Ráadásul azóta is kapjuk a kihívásokat, hogy aki esetleg ott kikapott, de szeretne egy visszavágót, ezeket a játékokat majd le is játsszuk, majd látjátok a csatornán, úgyhogy nyugodtan jöjjenek az ilyenek. Egy párral szerintem találkozni fogtok most, majd Dotából is, meg Evolve-ból is volt egy ilyen. Egyetlen egyet sajnáltam, senki nem volt olyan merész, hogy Evolve-ba azt mondja, hogy ő egyedül szörny lesz, és a négy Game Geek tagot kihívja, aki ott volt. Az egész dolog igazából azért volt olyan rettentően jó, mert hát az egyik az, hogy tök büszke voltam, hogy én lehetek ebben a kis mellényben, meg ebben a pólóban, meg én lehettem ott az, aki ott áll, és próbáltam segíteni, hogy mégis mi van az Alienware felszerelésben, és miért is megy ilyen jól ezen a gépen ez a játék. Remélem, jól látottam. A másik meg az, hogy gyakorlatilag ti kellettetek hozzá. Ez nagyon egyszerű, ugyanis onnan kiderült, hogy miután kiürült a Play színpad, és elkezdtünk gyakorlatilag bontani, akkor így összezúgott a csapat, hogy eddig kb. Ti tartottatok minket életben, és abban, hogy körülöttünk nyüzsögtetek, és folyamatosan dumáltunk akár a csatornáról, akár a cuccokról, amikin van, akár a játékról, és ez, hát ez rohadt jó volt, rengeteg aláírást is kiosztottunk. Ez is, hát ez tök jó élmény igazából, most odajöttök, hogy írjam alá, hát persze, dumáljunk is már, vagy valami, de most ez, na mindegy, ez egy különleges dolog, és ezt tényleg ti generáltátok, ugyanis ahogy eltűntetek, kb. Úgy leeresztettünk, hogy alig tudtuk élni, Oszit kb. Ki kellett húzni a rendezvényre, annyira elfáradt, de hát ott voltunk, odaraktuk, ti is odaraktátok, úgyhogy hát, akár, azt kívánnám, tényleg minden Play-tel legyen ez, és különben is imádunk veletek találkozni. Hát most azt nem mondom, hogy hasonlítsuk össze az eddigi kitelepüléseinkkel, mert szerintem nem lehetett. Igazából más az, amikor mi akarunk lehozni valamit, csak hogy tudjunk veletek találkozni, vagy amikor egy márka akarja képviseltetni magát. Hát van egy kis minőségbeli különbség, de hát örülök, hogy ennek részese lehettem, mert brutális. Az egyik személyes kedvencem az Alienware Steam Machine, ami kint volt igazából velünk, és az Alpha konzolt konkrétan test közelből láthattuk, sőt, működés közben is megnézhettük, ugyanis Bocó egész végig ezen csézett, és hát tökéletesen teljesített a masina, két napon át folyamatosan ment rajta, ami kellett, úgyhogy hát kitett magáért szerintem, viszont kívánnám, hogy a kezembe kaparincsa, és megnézném pár játékkal, hogy minden, hogy tehát meg tudom-e izzasztani valamivel, vagy nem. Erre azért kíváncsi lennék tényleg. Úgyhogy, ha Jézuska UFO-val érkezik karácsony, akkor tudom, hogy mit fog a falára. Azt mindenképp mondani akartam, hogy mindenképp írjatok, aki kiáld ellenünk. Volt annyi bátorsága. Akár baráti társaságként voltatok együtt, akár csak ott álltatok össze egy ilyen hármas duóba, vagy akár több személybe. És írjátok meg, hogy nyertetek, hogy vesztettetek, és ha esetleg valakiben szálka maradt és még ki akar hívni minket, hát itt a lehetőség, állunk elébe. És akkor, ha meritek a nyilvánosságot felvállalni, akkor összecsapunk. Szerintem beszéltek a csapat nevébe, és az egyik legnagyobb élményünk volt, hogy egy ilyen márkát tudtunk képviselni, és az élmény szerintem magáért beszél, ráadásul ott voltatok ti is, ami minket kb. Úgy pumpált, mint a koffein, különben ezt tartott, azt hiszem, életben is minket. De azon kívül, hogy milyen élményt adtatok nekünk,
Reméljük, hogy legalább ugyanilyen szintű élményt tudtunk nektek is nyújtani ebben a jelenlétünkkel ezen a standon. Rengeteg ajándékkal is tudtatok gazdagodni, a legkisebbtől a legnagyobbig, ugyanis tollak, egérpadok, pólók, de akár még ilyen pulóvert is lehetett nyerni az, aki ügyes volt. Igen, már annyian voltatok, hogy már kitaláltuk, hogy kb. Quizt kellett levezényelnünk, hogy ki tudjuk sorsolni, hogy tényleg kiüljön le a gépekhez játszani, hiszen egyszerűen olyan tömeg gyűltött össze, hogy valahogy már kezelnünk kellett, úgyhogy a legvégén már olyanok voltak, hogy tartottam egy kis előadást az éli ember cuccokról, plusz a GameGeek-es tagokról, és hogy éppen mi csinálunk itt, és utána szépen feltettem a kérdéseket, hogy na jó, ki tudja, hogy melyik az Arena 51, vagy hogy hány videókártya van benne, stb. Stb. Úgyhogy a legvégén már ebből kellett quizt csinálni, hogy így tudjuk kiválasztani azt, hogy ki üljön be játszani, mert igazából rengetegen voltatok. De ha véletlen, az nem elég, ahogy összefoglaltam nektek szóban, és vizuális élmények is kellenek nektek, ment végig mögöttem a Play It összefoglaló videónk, amiben persze az Alienware stand egy elég jelentős részt kapott, hiszen rengeteget voltunk ott, úgyhogy mi is a legtöbbet ott forgattunk. Ez ilyen egyszerű. Rá tudtok pillantani esetleg arra, hogy aki nem tudott eljutni, az miről maradt le, és sajnálhatja, mert bizony sajnálhatja, az biztos. Végezetül mindenkinek köszönjük azt, hogy egyáltalán ez lehetséges, lehetett ez a lehetetlen, mert én még mindig egy kicsit lehetetlennek érzem, ami megtörtént velünk, de úgy látszik mégis lehetséges, és a legtöbb részét nektek köszönhetjük. Azt is, hogy ott lehettünk ezen a standon, és azt is, hogy ilyen jól éreztük magunkat együtt, mert a legnagyobb részt ti adtátok hozzá, úgyhogy nem tudom számtalanszor elmondani, de megpróbálom, hogy mennyire köszönjük. Találkozunk a következő videóban, vagy a következő rendezvényen. Remélem, egyre többen leszünk, és ott is egyre többen jöttök oda hozzánk. Sziasztok!